Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Zádor Oszkárt és Kovács Zoltánt, a Zádor és Kovács duó tagjait. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Kezdjük akkor azzal, hogy mit kell tudni a duóról. Hát ez egy zongora-bögő duó. Igen. Hát eredendően mi gimiből ismerjük már egymást. Ez lett volna a másik kérdésem, hogy honnan van az ismertség és mióta, de bár ott inkább csak úgy tudtuk, hogy ott a másik, de ott nem nagyon beszélgettünk, és aztán a zeneiskolában, itt az Újpesti Erkel Gyula zeneiskolában mondjuk azt, hogy kerültünk egy zenekarba, ilyen zenekari gyakorlaton, és aztán onnan az ismertség, aztán talán utána volt, hogy Zoli kiment Moszkvába, és akkor onnan, amikor hazajött, akkor felvettük a kapcsolatot, hogy zenéljünk már valamit, illetve akkor kapott szülinapjára egy elektromos zongorát, és akkor átmentem úgymond kipróbálni, meg akkor összekötöttük ezzel a tervezett vagy megbeszélt zenéléssel, és akkor ott kicsit zenélgettünk, és az olyan jól sikerült ez az egy próba, hogy aztán folytattuk. És akkor hány éve tart ez a duó, hány éve álltok fönt? Hát aktívan 2016-ban kezdtünk el úgy rendszeresen próbálni. Nagyon örülök, hogy ez a zongora, ez mindig egy ilyen visszatérő motivum a zenekar történetében. Igen, szóval 2016-ban voltak talán már az első koncertjeink is, ha jól emlékszem. Hát vagy 16 vagy 17 őszén, igen. Az hogy került az életetekbe, hogy már nagyon fiatalon elkezdtetek érdeklődni a zene felé? Volt esetleg valamilyen családi pozitív értelemben nyomás vagy elvárás, esetleg mások is foglalkoznak-e a zenével? Hogyan alakult ki ez az egész egy picit így a történetéről? Hát igazából a zene az jelen van a családban, mármint például dédapám hegedült, nagymamám zongoratanár, meg énektanár, szóval apám is gitározik, énekel, rokonok között van Kossuth Díjas hegedűművész, szóval zene az így jelen van a családban, de részemről igazából egy ilyen, tehát úgy kezdődött, hogy szüleim beirattak a zeneiskolába 7 éves koromban, és akkor onnan. Klasszikus történet, és akkor onnan klasszikus zongora, aztán én tanultam jazzdobot, meg basszusgitárt is, aztán vissza a jazzzongorához. És akkor az ott már egy jó pár éve az a fő hangszer. Nálad, Zoli, mi a helyzet? Nálam pont azért volt családi nyomása, lehet így mondani, mert nálunk nincs zenész a családban, és ezért szüleim nagyon fontosnak tartották, hogy szintén a klasszikus zongorától elinduljak, amit aztán abba is hagytam, mint rendes gyerek, aki nem szereti a kötelező dolgokat. És utána nekem a gitár, basszusgitár volt, ami újra visszahozott a zenéhez, és a basszusgitárral mentem el a zeneiskolába, úgyhogy ott aztán a bőgő az tulajdonképpen egy szerencsés véletlennek köszönhető. De ez milyen jó egyébként, hogy több hangszeren is kipróbáltátok magatokat, és aztán végül is megtaláltátok az utat, amivel így aktívabban szeretnétek foglalkozni. Egyébként Oszkár esetében ez egy, hogy mondjam, működő trükk, hogy vannak formációk, ahol ezt abszolút váltogatjuk, hogy most nem mindig a zongorán elül, úgyhogy aki... Ha nem. Hát még a dobot azt mondjuk már régóta nem szoktam gyakorolni, mondjuk így, de van egy, hogy az én zongoratanárom, meg aki a zenekari gyakorlatokat is vezeti a zeneiskolában, Kincel Dániel. Például ott egy véletlen sörözés kapcsán felmerült, hogy mi lenne, hogyha koncerteznénk egyet úgy, hogy ő a zongorista, és akkor Zoli legjobb ötletek. Igen. Zoli bőgőzik, és akkor én meg poénból visszaülök a dobok mögé, és ez nagyon jól sült el, és akkor így nem gyakran, de egy fél évente játszunk így is.
Igen, egyébként a véletlen ötletek kapcsán, tehát tulajdonképpen a legtöbb kompozíciónk is, ami most már kompozíciónak mondható, így születik. Illetve elég sokszor van, hogy Oscar hoz egy ötletet, és azt dolgozzuk ki, de legtöbbször csak nekiállunk szabadon zenélni, és hogyha ott keletkeznek ötletek, azt fejtjük ki utána igazából. Itt említettétek a zeneiskolát, akkor ez az újpesti kötődés, van más újpesti kötődés is, vagy a zeneiskolát? Hát több szálon kötődtünk Újpesthez, ugye hát mind a ketten káposztásmegyeriek vagyunk eredetileg. Oszkár egyébként még most is negyedik kerületi. Illetve a Babi is negyedik kerületi. Lélekben természetesen én is. Illetve hát a Babics Mihály gimnázium, ami mind a kettőnket. Jónna van akkor az ismertség. Igen, elsősorban igen. Zeneileg itt már hallottam egy-két hívó szót, de hogy mégis hogy lehetne összefoglalni, hogy milyen zenét játszotok? Nyilván a jazz vonalában, de azért ez egy kicsit összetettebb, ahogy így néztem. Hát ugye itt a zeneiskolában mondjuk azt, hogy ilyen klasszikusabb vagy hagyományosabb jazzt tanulunk, és valahol a mi zenénk is ebből gyökerezik, de már belecsempészve ilyen modernebb stílus elemeket is. Illetve kiegészülve még a szabad zenével, meg vannak kötöttebb, vagy tehát megkomponált részek is, és valahol ezeknek az egészséges arányát próbáljuk megtalálni, és ezt állalni a hallgatóknak. És ennek nagy sikere is van szerintem már, mint most a közönség már egyre jobban nyit erre a stílusra. Én azt tapasztalom, de ti biztos jobban látjátok. Tulajdonképpen lehet ezt mondani, hogy egyre bátrabb a közönség is, ha szabad így fogalmazni. Nyilván a szabad zene, free jazz, ez sosem lesz egy... Vagy hát volt olyan, amikor ennek komolyabb hagyománya volt, de azt a relatíve szűk réteget, aki nyitott az ilyen improvizatív zenére, azt szerintem abszolút vonzhatja a mi zenénk is, hogy nem feltétlen a legelvadultabb szabadság. Igen. Testesül meg. De... Befogadhatóbb, én úgy gondolom. Lehet ezt mondani? Reméljük. Igen, meg itt hozzáfűzném, hogy a szabad zene kapcsán, hogy mi ezt úgy próbáljuk, mert mint a szabad zenét például úgy próbáljuk meg alkalmazni vagy játszani a zenénkben, hogy most mondok egy példát, előtte van egy könnyen befogadható téma, meg utána jön a szabad zenei rész, ami egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen diszonáns gomaigás, és akkor utána az valahogy átalakul egy megint csak jobban hangzó, vagy egy emészthetőbb témává, és talán így aki egyébként nem ismeri, vagy nem szereti a szabad zenét, így talán be tudja fogadni, vagy azt a másfél perc szabad zenét el tudja, vagy be tudja fogadni, vagy el tudja viselni, hogyha előtte van valami olyan, ami esetleg könnyen, vagy fülbemászóbb, könnyen felismerhető. Hát illetve ezzel ugye adunk neki egy medret is, tehát nem teljesen szabadon sodródik a zene, hanem azért mindig van valami... Igen. Hol szoktatok fellépni, hol találkozhatnak veletek az érdeklődők? Tulajdonképpen mondanám, hogy leggyakrabban a Rádai utcában, az If Café nevű helyen, de most idén például kétszer is volt szerencsénk a Budapest Jazz Clubban színpadra állni. Úgyhogy azt hiszem ezek a legfrekventáltabb elérhetőségeink. Ez nagyon klassz.
A későbbiekre vannak-e valamilyen tervek, egyéb fellépések, koncertek, valamiféle változás, új dolgok kipróbálása? Lehet-e egyáltalán ezekről beszélni, vagy ezek? Hát az új dolgok kipróbálása kapcsán ugye nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy nagyon jó a duó, de miért nincs dobosunk. Igen. Tehát ez nem merült fel pontosabban, hogy dobossal bővüljünk. Mert itt hozzáfűznék egy dolgot, hogy például a legutóbbi koncertünkön októberben a Budapest Jazz Clubban oda jött a koncert után egy külföldi srác, és mondta, hogy hát, hogy nem tudom, előző héten valahol Prágában, vagy nem tudom hol voltak egy jazzklubban, és ott hallgattak egy big bandet, és akkor utána úgy jöttek le, hogy nem ismertek minket, de látták, hogy egy duó. És akkor, na hát hallgassuk meg, hogy mit tud egy duó, hogyha ott volt egy óriási big band, és így betöltötték a teret a nem tudom 20 hangszerrel, akkor vajon mit tud nyújtani ezek után nekik egy duó előadás. És hát utána mondták, hogy hát nagyon-nagyon ledöbbentek, hogy így két ember is így be tudja tölteni a teret, vagy a színpadot. Ez nagyon jó, ez egy nagyon pozitív visszajelzés, akkor ezekből lehet táplálkozni. És akkor lezárásként van a kezemben egy kis lemezke, mit kell tudni róla? Mi a jellemző? Bocsánat. Nyugodtan befejeznem. Tulajdonképpen ez az első éveknek egyfajta összefoglalása, a Thoughts from the Outskirts, tehát tulajdonképpen Gondolatok a külvárosból címet viseli. Ezzel megemlékezve, hogy a lemez valahol Káposztásmegyer és Dunakeszi között íródott, ha szabad így fogalmazni. Ez 2018-ban jelent meg. És 19 januárban jelent meg, csak előtte összevettük fel. Értem. Bocsánat, igen, teljesen jó. És azt lehet még róla tudni, hogy megtalálható YouTube-on, illetve a zenekarnak a Bandcamp oldalán is. Illetve visszatérve kicsit az előző kérdése is, lassan érik a következő lemeznek az anyaga is. Hát ez mikor lesz felvéve, illetve kiadva, ez még kérdéses, de folyamatosan dolgozunk, úgyhogy... Van program. Hát nem esélytelen, hogy jövőre fel tudjuk venni. Így is lehet fogalmazni. Nagyon jó. Jól van, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám, tök jót beszélgettünk, és akkor további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.